A 9. Zsoltár, Dávidé. Áldalak téged, Uram, teljes szívemben, elbeszélem minden csodatettedet. Örvendezem és újjongok te benned, zsoltározok a te nevednek magasságos. Amikor meghátrálnak ellenségeim, elgyöngülnek és elpusztulnak a te arcodtól. Mert megtartottad ítéletemet, és megítélted ügyemet, leültél a trónra, aki igazságosan ítélsz. Megdorgáltad a nemzeteket, elpusztítottad a gonoszt, nevüket eltörölted örökre és mindörökre. Az ellenségek elfogytak, örökre pusztasággá lettek, a városokat is leromboltad, emlékezetük elveszett velük együtt. Az Úr pedig örökre székén fog ülni, elkészítette az ítéletre trónusát, és ő maga fogja megítélni a földkerekséget igazságosságban, a népek fölött törvény szerint tart ítéletet. És az Úr menedéke lesz az elnyomottnak, menedéke az alkalmas időkben, a szorongatásban. És remélni fognak benned, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el a téged keresőket, Uram. Zsoltározzatok az Úrnak, aki a Sionon lakik, hirdessétek a nemzetek között az ő végzéseit. Mert aki számon kéri a vért, megemlékezett róluk, nem feledkezett meg a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lássad, ellenségeim mind sanyargatnak engem, aki fölemelsz engem a halál kapuiból, hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, újjongjak szabadításodban. A nemzetek belevesztek a verembe, melyet ástak, a tőr, amit elrejtettek, megfogta az ő lábukat. Ítéletet tartván megnyilvánult az Úr, saját keze műveiben fogta meg a bűnöst. Jussanak a bűnösök az alvilágba, az összes nemzetek, melyek elfelejtették Istent. Mert nem végleges a szegényről való megfeledkezés, a szegények várakozása nem vész el örökre. Serkenj föl, Uram, ne erősködjék az ember, ítéltessenek meg a nemzetek a te szemedben. Támasz, Uram, fölöttük rettegést, tudják meg a nemzetek, hogy emberek. A 10. Zsoltár. Uram, miért állsz a távolban, rejtőzöl el az alkalmas időben, a szorongatásban? Miközben gőgösködik, a gonosz üldözi a szegényt, fogják meg őket tanácsaikban, amelyeket kigondolnak. Mert dicsekszik a bűnös lelkének vágyaiban, és a kabzsi áldást mond magának. Megveti az Urat a bűnös erőszakosságában, nem fog számon kérni, nincs Isten. Ez minden gondolata, útjai sikeresek minden időben. A te ítéleteid magasan messze vannak az ő arcától, minden ellenségét durván gúnyolja. Azt mondja ugyanis a szívében, nem mozdulok, nemzedékről nemzedékre baj nélkül leszek. A szája tele van átokkal és hamissággal és csellel, a nyelve alatt nyomorgatás és gonoszság. Lesben ül az utak mentén, a rejtekben öli meg az ártatlant. Szemei a szegényt figyelik, leselkedik a rejtekben, mint barlangjában az oroszlán. Leselkedik, hogy elragadja a szegényt. Elragadja a szegényt és tőrébe vonja. Rárohan és meglapul, és a nyomorultak elesnek karjának erejétől. Azt mondja ugyanis a szívében, megfeledkezett az Isten, elfordítja arcát, nem fogja látni soha.
Serkenj föl, Úristen, emeld föl kezedet, ne feledkezzél meg a szegényekről. Miért veti meg a gonosz az Istent? Azt mondta ugyanis a szívében, nem fogsz számon kérni. Láttad, te a szenvedést és a fájdalmat szemmel tartod, hogy kezedbe vedd őket. Rád hagyatkozott a szegény, az árvának te lettél segítője. Törd el a bűnös és a rosszakaró karját, keresed majd a bűnét, és nem fogod megtalálni. Az Úr király örökre és mindörökké, ki fognak veszni a nemzetek az ő földjéről. A szegények vágyát meghallgattad, Uram, megerősíted majd a szívüket, a fület figyelni fog, hogy ítélj az árvának és az alázatosnak, hogy a földből való ember ne keltsen többé félelmet. A 11. zsoltár Dávidé. Az Úrban bízom, hogyan mondjátok a lelkemnek, költözz át a hegyre, mint a veréb. Mert íme a bűnösök megfeszítették az íjat, nyilvesszőiket az idegre tették, hogy lenyilazzák a homályban az egyenes szívűeket. Amikor kiforgatják az alapokat, mit tehet az igaz? Az Úr az ő szent templomában, az Úr az égben van az ő trónusa. Szemei a szegényre néznek, szemöldökei vonják kérdőre az emberek fiait. Az Úr kérdőre vonja az igazat és a bűnöst, aki pedig szereti a gonoszságot, annak gyűlöl a lelke. Izzó parazsat hullat a bűnösökre, tűz és kén és égető szélvész az ő kelyhük osztályrésze. Mert igaz az Úr, és az igazságosságot szereti, az egyenes lelkűek fogják látni az ő arcát. 12. zsoltár Dávidé. Szabadíts meg, Uram, mert elfogyott a szent, mert megkevesedtek a hívők az emberek fiai között. Hiába valóságokat beszélt mindegyik az ő fele barátjának, álnokajakkal kettő szívben beszéltek. Szórja szét az Úr az összes álnokajkakat és a nagyokat mondó nyelvet, akik azt mondták, a nyelvünk fog minket magasztalni, ajkunk velünk van, ki a mi Urunk? Az inségesek nyomorúsága és a szegények jajgatása miatt most fölserkenek, mondja az Úr, megszabadítom azt, akit megvetettek. Az Úr beszédei tiszta beszédek, tűzzel próbált ezüst, a földtől elkülönített, hétszeresen tisztított. Te, Uram, megtartasz és megőrzöl minket e nemzetségtől mindörökre. Körös körül gonoszok járnak, amikor a hitványak emelkednek föl az emberek között. A 13. zsoltár Dávidé. Meddig, Uram, végleg elfeledkezel rólam? Meddig fordítod el tőlem arcodat? Meddig töprengek a lelkemben, hordozok fájdalmat a szívemben naphosszat? Meddig emelkedik fölém az én ellenségem? Tekints rám, és hallgass meg engem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, nehogy valaha elaludjak a halálban. Nehogy valaha mondhassa az én ellenségem, legyőztem őt. És ne újjongjanak, akik szorongatnak engem, ha meginognék. Én pedig a te irgalmasságodban reméltem. Újjongani fog a szívem a szabadításodban, énekelni fogok az Úrnak, aki jókat adott nekem. A 14. zsoltár Dávidé.
Mondta az oktalan az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak és utálatos dolgokat cselekedtek, nincs, aki jót cselekedne. Az Úr a mennyből letekint az emberek fiaira, hogy lássa, van-e értelmes és Istent kereső. Mind elhajlottak, mind megromlottak, nincs, aki jót cselekednék, egyetlen egy sem. Nem, de tudják valamennyien, akik gonoszságot cselekszenek, akik fölfalják népemet, mint egy falat kenyeret. Az Urat nem hívták segítségül, de rettegnek majd félelemmel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. Ti megcsúfoljátok a nincstelen tanácsát, az Úr azonban az ő reménysége. Ki ad majd Sionból szabadulást Izraelnek? Amikor megfordítja majd az Úr népének fogságát, újjongani fog Jákob, és örvendeni fog Izrael. A második fejezet. Fiam, ha elfogadod a beszédeimet, és a parancsaimat elrejted magadnál, füleddel a bölcsességre figyelve, szívedet az okosságnak megismerésére hajlítva, mert ha segítségül hívod a bölcsességet, és hangodat odaadod az okosságnak, ha úgy keresed, mint a pénzt, és kutatod, mint a kincseket, akkor meg fogod érteni az Úr félelmét, és Isten ismeretét meg fogod találni. Mert az Úr adja a bölcsességet, és az ő szájából való a tudomány és az okosság. Az irányítóknak találékonyságot halmoz föl kincs gyanánt, és pajzsa lesz az egyenes uton járóknak, őrizvén az igazság ösvényeit, és vigyázva a szentek utait. Akkor meg fogod érteni az igazságosságot és az ítéletet, és a méltányosságot, és minden jó ösvényt, mert beköltözik a bölcsesség a szívedbe, és a tudomány tetszeni fog a lelkednek. A tanács fog rád vigyázni, és az okosság fog őrizni téged, hogy elragadjon a rossz úttól, és az embertől, aki gonoszul beszél. Akik elhagyják az egyenes utat, hogy sötétben lévő utakon járjanak. Akik örvendeznek, amikor rosszat tesznek, és újjonganak a leggonoszabb dolgokban. Akiknek utai gonoszak, és rosszak a lépéseik. Hogy elragadtassál a más asszonya elől, és az idegen nőtől, aki beszédével csábít, és elhagyta leánykora kedvesét, és meg